Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy Valentin napi jóslás. Mi várható ezen a napon? Most megnézzük, mire utalnak a kártyák. Itt látható a király, és utal a lelki társadra. Ő elfoglalja a helyét, nagyon magabiztos, a kezében tartja ezt az érmét, az utal az anyagiakra, vagy figyeli az eseményeket, hogy mi történik a munkahelyen, de ami a szerelmet illeti, itt látható ennél az érménél, hogy itt belső értékekről is szó van, mert te értékes vagy számára. Még mindig ezen a napon maradunk, mi történik még? Itt látható az erő, tehát megvan nála az élet erő, de nálad is, te ad számára erőt, vagy fordítva, ő ad számodra erőt. Ez jelenti a belső erőt is, a hitet. Azon kívül itt látható ez a szimbólum, olyan, mint egy 8-as szám megfordítva, az azt jelenti, hogy ő mindig visszatér hozzád. Még mindig a Valentin napnál maradunk. Itt ő kezébe veszi a dolgokat, aktív lesz, utal a tűz elemére, az ő bátorságára, a lelkesedésre és a testi kapcsolatra is. Itt látható a tüzes kapcsolat, ez a testi kapcsolat közeledés, az erő, az életerő és az értékek. Azon kívül ez az érem utal a föld elemére, tehát itt reális dolgokról van szó. És most megtekintjük azt, hogy mi várható Valentin nap után. Itt láthatóak a kelyhek, tehát érzelmekről van szó, a múltról is. Lehet, hogy valaki visszatér a múltból, vagy vannak itt gyermekkori emlékek. Ez a kártya utal érzelmekre, romantikára és egy kis nosztalgiára is. Még mindig a témánál maradunk, mi várható Valentin nap után, tehát bepillantunk a jövőbe. Itt a kelyhek utalnak érzelmekre, a 10-es szám egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életben, és itt látható a vidámság, az életöröm, vagy egy család alapítás. Mi történik a jövőben? Itt, ha egy hölgy vagy, elfoglalod a helyedet az életben, fontos döntéseket fogsz hozni, átteszed magadat a félelmeken, itt lesz kommunikáció kettőtök között, itt a felhők utalnak az ötletekre, a tervekre, de a háttérben a fák jelentik azt, hogy ez megvalósul, hiszen itt le fogtok gyökerezni. Itt látható, hogy magabiztos vagy, és fontos döntéseket hozol. Beszélgettek a múltról, ezek gyermekkori emlékek, és beszélgettek a jövőről, erről a család alapításról. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!